kiállítás különleges. Sokunk számára nagyon különleges, sőt, bizonyos szempontból még Orsi számára is az első, hiszen ezen a kiállításon nem csak az ő képei lesznek megtekinthetőek. Amellett ugyanis, hogy ő egy csodálatos művész, van egy másik művészete is, aminek az élményfestés nevet adta. Bárkinek, aki jelentkezik hozzá, lehetőséget ad arra, hogy egy nagyon inspiráló környezetben, a saját otthonában vele együtt festhessen, ezt jelenti az élményfestés. Szeretnék egy kicsit önöknek az élményfestésről mesélni, mert én is egyike vagyok azoknak, akik ezt átélhették és átélhetik, és a saját tapasztalataimat szeretném megosztani önökkel. 2019 tavaszán hallottam először arról, hogy van egy festőművész Veszprémben, akihez el lehet menni festeni, és aki azt állítja, hogy mindenki tud festeni. Hát, hogyha valakit lehet kétbalkezesnek nevezni, akkor engem nyugodtan, és ezt a jelenlévő családtagjaim meg is tudják erősíteni, meg aztán elég makacs és határozott is vagyok, úgyhogy azonnal eldöntöttem, hogy én elmegyek, kipróbálom, és majd én leszek az, aki bebizonyítom, hogy nem mindenki tud festeni. Ez így is történt. Lejelentkeztem egy ilyen festő délutára, elmentem, néhány órát ott töltöttem, és meg is történt az a döbbenet, az az ámulat, amit vártam, csak nem teljesen úgy, ahogy arra én számítottam, mert nem a festőművész döbbent meg, hanem én döbbentem meg. Történt ugyanis, hogy én felvonultam a magam teljes ellenállásával, Orsi fogadott a bájos mosolyával, kaptam vásznat, festéket, ecsetet, és néhány óra múlva egy csoda történt a vásznon. Pontosabban a csoda talán inkább bennem történt, csak a vásznon jelenítettem meg. Képzeljék el, ugyanis festettem. Én, aki általános iskola óta semmit nem rajzoltam, és aki az iskolában is csak azért voltam 3-as-4-es rajzból, mert hogy hajlandó voltam bemagolni a festők életrajzát, én festettem egy sast, egy szép sast, egy annyira szép sast, hogy mindenki felismerte, hogy az egy sas. Döbbenetes élmény volt. Annyira döbbenetes, hogy rögtön be is jelentkeztem a következő élményfestésre is, ahova már sokkal kevésbé határozottan, viszont sokkal nyitottabban érkeztem, és elkezdtem figyelni azt, hogy mi történik festés közben körülöttem és bennem. És akkor értettem meg, hogy Orsi nem csak a festésnek művésze, hanem művésze annak is, hogy a festés által hogy vezet el minket saját magunkhoz. Az élményfestések alkalmával, mert most már jó pár alkalommal voltam festeni, Orsi úgy segít végig minket az úton, azon az úton, ami a vásznon egy festményhez, de közben belül önmagunkhoz vezet, hogy szinte láthatatlan segítőként van ott mellettünk. Egy-egy élményfestő délutánon 5-6-an, sőt akár 8-an is vagyunk, mindenki az általa választott képet készíti el, tehát általában mindenki különböző képet fest, és közben Orsi úgy segít és úgy támogat minket, mindig pont úgy, ahogy az adott embernek erre szüksége van. Mikor kezdtél el a festészettel foglalkozni, és mi inspirált téged ebben? Hát tulajdonképpen mindig is festettem, tehát kisgyerekkorom óta valamennyire. Nagyon sokáig ilyen konkrét képeket festettem, konkrét témával, és egy olyan 3-4 éve jött egy ilyen belső indítatás, hogy valami fajta más szeretnék festeni, és ehhez az adta az apropót, hogy leültem egy lila virágot festeni, és egy gyönyörű szép tájkép lett egy emberrel. És én lepődtem meg a legjobban, amikor elkészült, hogy mit festettem, és hogy nem is ezt szerettem volna. És akkor azóta hagyom, hogy az jöjjön a képeken is elő, ami bennem van. Van-e tanítómestered? Tanultál-e valahol festeni, vagy saját magad kezdted ezt el? Hát ugye rajztanár végzettségből valamennyit azért kaptam, így ismeretszinten. Aztán konkrétan nem. Valamennyire én tanultam, meg tervezem most nyáron, hogy azért egyfajta technikát még megtanulok, ami... Tehát az embernek mindig fejlesztenie kell magát, ez a festészetre is igaz, én azt gondolom, úgyhogy fogok még. Meg lehet-e nevezni azt a technikát, amivel te dolgozol?
Akril festékkel dolgozom általában, a feszített vászonra, de játszom az olajfestészettel is, azzal is szoktam dolgozni, és abba szeretném még tovább fejleszteni magamat, ezeket az árnyalatokat meg ilyesmi. Mik a legkedvesebb témáid? Hát a témák azt szokták mondani, hogy spirituális jellegű képeim vannak, és én nem feltétlenül határozom meg, hogy mit fogok festeni. Rengetegszer van, hogy én magam se tudom. Tehát most már tényleg van olyan, hogy eléállok a vászonnak, és nem fogom tudni, mi fog kisülni belőle, és kész képek jönnek a végén elő. Úgyhogy témában inkább a spiritualitást tudnám így egybe mondani. És hát elkezdtél festeni, és melléd csatlakoztak nagyon sokan, akiket úgymond te inspirálsz, és egy élményfestő délután, illetve délutánok keretében próbálod őket rávezetni a művészetre. Ez hogy indult el ez a közösségi festészet, ha lehet így fogalmazni? Hát az elején kíváncsiság volt bennem, hogy vajon van-e még olyan ember, aki erre kíváncsi. Tudtam, hogy gyerekek között van olyan, és gondoltam, egész más lehet egy otthoni környezetben, egy meleg, természetes környezetben azokkal dolgozni, akik valóban erre vágynak. Ugye iskolában nem mindenki feltétlenül. És olyan szépen lassan kialakult egy egyre táguló kör, egyre érdekesebb emberekkel. A legfiatalabb festő, művész, tanonc az talán 4 éves, a legidősebb pedig, nem tudom, talán 50 év, nem, 6, nyugdíjas, úgyhogy a teljes skálát sikerült. És van ezeknek az élményfestő délutánoknak tematikája, vagy itt is az működik, hogy bejönnek a résztvevők, és akkor éppen az adott napi hangulatuknak, érzésüknek, inspirációjuknak megfelelően alkotnak valamit? Úgy szokott lenni, hogy én nyitott vagyok mindenre. Tehát ha valaki teljesen konkrét inspirációt vár, akkor azt adom. Ha azt szeretné, hogy konkrét ötlettel jött, amit ő maga otthonról hozott, akkor abban támogatom, és abban segítek neki. Ha extra technikát szeretne, akkor abban. Tehát valóban nyitott vagyok mindenre, ami éppen az adott emberben van, és azt hozzuk ki belőle, amit csak lehet. És mennyire kapcsolod össze ezeket a délutánokat a mozgással, mert azt is tudom rólad, hogy lovaglással is foglalkozol. Igen. Nyilván a természet közeliség és a lovak és akár a művészet mondjuk összekapcsolódhat ezeken a délutánokon. Szoktam azt csinálni, mivel foglalkozom otthon ilyen lovas fejlesztésre, gyerekeknek és szintén felnőtteknek is, és az élményfestés előtt egy fél órát szoktam adni jó idő esetén, általában a gyerekek élni is szoktak ezzel, amikor felülhetnek a lóra, sétálunk pár kört, beszélgetünk, ellazulunk már ott, és utána kezdődik az élményfestés. Ugye itt látni a képeken is, hogy jó néhány alkotás szól a lovakról. Igen. Tehát, hogy a kettő együtt jár. Mikor lesz a következő ilyen alkalom, amikor csatlakozhatnak a délutánokhoz? Általában a hónap utolsó hétvégéjének a szombatját szoktam kijelölni élményfestészetre. És a lovaglás, illetve a festészet mellett mennyire összetartó ez a közösség? Tehát máshova is mondjuk kirándulni, vagy különböző alkalmakra esetleg együtt el szoktatok emelni, mert hogy gondolom egy közösség is kovácsolódott köréd. Igen, bár úgy tűnik, hogy tehát én vagyok az összetartó erő, mert általában változó a közösségnek az összetétele. Tehát hol ők jönnek, hol mások, elég változó, és egy darabig nehezen is fogadtam el, hogy én vagyok ennek egyfajta mágnes jellegű összetartója. Most, hogy ezzel kezdek megbékélni, gondolkodok én is olyanokban, hogy lehetne más programokat is, beszélgetőköröket is kitalálni még, vagy amire igényünk van közösen.